Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél FIFA 21 zsetont venni, akkor válaszd a fifacoin.com-ot és használd az FLEHEL kuponkódot 5% kedvezményért. Minden link és fontos információ a leírásban. Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban hát egy újabb draftot fogtok látni. Hát nem mostanában volt draft, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a mai videóban egy challenge nélküli draftot most megnézünk. Ezek közül srácok, én azt mondom nektek, hogy 4-3-2-1-es felállás. Őszintén megmondom, nem tudom, hogy melyiket válasszam. Talán Drogbát kellene, és akkor nézzük, hogy miket kapunk tovább. Egyértelmű, hogy Garincsát fogjuk választani, srácok. Nézzük a left wing pozíciót. Nem mondjuk, EasyJet nem próbáltam, de legyen Neymar. Középpályára kapunk egy jó kis Pogbát, viszont ez a Paulinho kártya sem rossz. Az a baj, kicsit nehéz lenne azt a Paulinhot beépíteni. Nézzük tovább, srácok. A következő játékos szerintem legyen Modric. Hozzá szerintem biztosra megyünk, majd valószínűleg a kispadra fog menni. Ide kellene egy Premier League-es játékos. Van der Beek például nagyon jó. Nézzük a jobb hátvéd posztot, ahova kérlek szépen egy Wan-Bissaka fog kerülni. Lehetett volna jobb is ennél. Jézusom, hát mondjuk Ramos nem lesz rossz. Nézzük a másik közép hátvédünket, aki nem más, mint Marquinhos. Nézzük tovább, srácok. Bal hátvédnek pedig... Hát Premier League-es nem kapunk. Wendel, és akkor nézzük a kapus, srácok, ez most nagyon fontos lesz. Valami jó kis kapus kellene, mondjuk egy Ederson például jó is lenne. Nézzük tovább, Premier League-es játékosokra kellene rámenjünk. Hát itt most ez egyébként teljesen mindegy, Ter Stegen jöhet. Nézzük tovább a kis padot. Egyik sem jó, mondjuk hát ez a Renan Lodi, ez nem rossz. Illetve hát kaphatunk volna ennél rosszabbat is. Úramisten. Hát srácok, ez egy kicsit nehéz lesz amúgy. Amilyen jól indult az eleje ennek a draftnak, most annyira szarul megy a sorsunk. Atya ég, Coutinho, hát amúgy nem... Coutinho! 50.000 zsetón. Hallod! Na nézzük, Bruno Fernandes. És Kanté is itt van. Úha, váltuk. Hát szerintem Pogba tud védekezni is, meg támadni is. Ez, hát inkább Bruno, inkább támadó, úgyhogy Kantét lehet, hogy... Lehet Kantét fogom választani, srácok. Mindegy, ezt majd megnézzük kicsit később. Lehet egyébként Brunoval jobban jártok volna. Kellene azért ide még a kispadra valami jó játékos. Például Luke Shaw például jöhet. Az nem rossz. Nézzük tovább. Ott a Salah. Viszont ez a Susek, ez nem lehet, hát azt a Salát azt ki akarom próbálni. Ha már a Weekend League rewardokból nem dobta be, most legalább egy próbát megérhet. Ott a Kent, na hát ő viszont jöhet cserének. Az utolsó nem más, mint egy Dembélé. Na és srácok, most válasszunk egy edzőt. Én úgy nézem, hogy ezt az angol kellene kiválasztanunk, mert hát mondjuk Kloppal is megvan. Hát legyen Klopp, srácok. Nézzük, hogy Klopp mit tud ezzel a csapattal összehozni. Hát ott a védelemben azért lesznek gondok, mit ne mondjak. Viszont 188-as a csapatunk, úgyhogy nézzük az első ellenfelünket. Na és srácok, itt van az ellenfelünknek a csapata, te jó Isten, milyen asztal mindenit. Na srácok, a játék elején már rögtön itt az első félidőben cserélünk. Hiszen levettem Drogbát és behoztam Kentet. Nézzük Kent. Kentnek a lövése nem megy kapu fele. Hiszen elakad az egyik védőben. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire jó az az ellenfél, vagy csak jól dobta a játékosokat neki. Hát nagyon mal ki fog derülni. Az a helyzet. Wan-Bissaka. Mekkora passz. Az nagyon jó. Garincha. Jó beadás. Jön a lövés. Úristen, felső kapufa. Azt a minden is, srácok. Neymarnak a lövés eléggé szépen ment a kapura, pedig nem tudtuk. Pedig egyébként ebből simán gól lehetett volna, Pogba. Kent. Az majdnem jó lett. Nagyon jó bedobás. És mehet Neymar. Nagyon jó. Előtte van egy kis terület. De... Sőt, az, hogy Kane-nel fogunk majdnem
Ajajaj, majdnem szarhelyzetbe kerülni. Pogba, Karincsa, az meg egy les. Az meg egy les, srácok. Jó beadás, és elmegy keresztbe. Hát ez annyira nem volt jó. Az elején jobbnak tűnt egyébként. Ronaldo Kane kaphatná vissza, de nem kapja. Kanté pedig összegyűjti. Jó. Neymar. Ott mehetne tovább a labda, és az jó is Modricnak. Nagyon jó. Neymar, Modric, és akkor most mehet Kentnek, és Kentő pedig elszedik a labdát. Hát az utolsó pillanatban, srácok, megint labdát vesztünk. Pogba. Visszapasszol Wijnaldumnek. Ott van már a 16-os sarkánál Wijnaldum, és az pedig kimegy. Na srácok, nézzük, Pogba. Jó. Ryan Kent. Modric, és kapja is vissza. Az megint jó. Neymar. Gyere, Neymar. Jó. És Juris kezében landol a labda. Hát eléggé jól indult, de végül is nem sikerült komoly veszélyt okozzunk. Mané, Harry Kane, az atyaég, pont elejébe pattan ki, hát ez nem igaz. A srác is bocsánatot kér, hát ezért szégyen lenne nem bocsánatot kérni. Sajnos ez a sima kis FIFA gól miatt hátrányban fogjuk valószínűleg az első félidőt zárni. De még ne írjuk le magunkat, mert simán van idő arra, hogy gólt szerezzünk. Vagy akár gólt kapjunk. Harry Kane. És nem tudja belőni. Jajajajajaj. Rodrigo. Rodrigohoz megy vissza a labda. Atyaig mekkora gólt lő. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz, srácok. Tiszta vicc. Cipófejű Rodrigo mekkora gólt lőtt. Ajaj, most baj van. Most nagy a baj. Rodrigo. Nagyon szép védés. Pogba, Kanté, Modric a labda útja. Mehet Kentnek, az egy jó indítás is lehet. Nagyon szép, Garincsa mehet. Garincsa a tied. Garincsa. Nagyon jó. Wan-Bissaka. Vicc. Az gól. Sajnos a 97-es Bruno Fernandes nem adja ki ezeket a helyzeteket. Úgyhogy 3-0, srácok. Atya úristen, ezt láttátok? Ezt láttátok? Na, nézzük, kapunk-e még egy gólt? Persze, hogy kapunk még egy gólt. Aha. 6-0. Full reális egyébként. Nagyon jó. Garincsa. Persze, hogy belelőjük. Nehogy abból a két helyzetből, amit lövünk kapura, legalább egy gól legyen. Á, dehogy is. Gólt lőni fölösleges. Pogba, Ryan Kent. Az jó, Neymar, és ott a gól. Mondjuk igazából futhat a közepén is, azzal a 97-es kártyával. Úgy is van, cipófejű Rodrigo megint betalál. Hát srácok, ez 7-1. Őszintén megmondom, abszolút elismerem, hogy a srác jobban játszott, ez van. Nézzük akkor, hogy mit fogunk kapni ezért a, hát az első meccses vereségért. Nagyon kíváncsi leszek. Egyáltalán azért ad-e valamit az IE. 3 bronz csomag, az lenne a legjobb egyébként. Na, hát ezek közül, hogyha valamelyikből ájkot nyitunk, akkor jó. Ha nem, akkor több draft videó nem lesz. Elsőben nem jön semmi. Nyilván szilver csomagból ájkont eléggé nehéz nyitni. Nézzük a következő csomagot. Gold pack. Nézzük, hogy mi fog ebből kipattanni. Legalább rare játékos. És lehet, hogy board. Wow. 85-ös Havertz. Mi van veled, csoró? Na, hát srácok, itt van Havertznek az ára. 17 000. Én úgy hiszem, hogy a draftnak az ára mindenképpen visszajött. Ez az egyetlen egy pozitívum szerintem, amit el tudunk mondani most ezzel a játékkal kapcsolatban, illetve hát ezzel a meccsel kapcsolatban. Ha tetszett a videó, és hát szeretnétek még tovább ilyen nagyszerű draft videókat látni a csatornán, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és ne felejtsétek el feliratkozni, legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és szevasztok!